Tele vannak a polcok gyógyszerekkel ebben a patikában. Ezekkel együtt jelenleg több mint 5500 készítmény szerepel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott orvosságok listáján. Az OEP idén 400 milliárd forintnál is többet költ gyógyszertámogatásra. A főleg népbetegségeket gyógyító orvosságok nagy részénél akár a 80-90%-ot is elérheti a támogatás mértéke, ilyenek például a vérnyomás csökkentő készítmények. Nagyon fontos megjegyezni, hogy egy gyógyszer, tehát a magas vérnyomás csökkentésére különböző típusú gyógyszerek vannak, több csoportba lehet őket osztani, és ezek között árban nagyon nagy eltérések lehetnek. El lehet mondani, hogyha egy készítmény, amelyik az adott csoportban a legolcsóbb, ami támogatást megkap, az esetek nagy részében ugyanezt az összeget fogja megkapni a többi hasonló készítmény. Ezért lehet olyan eltérés a gyógyszerek árában, hogy az egyik készítmény pár száz forintos, és ugyanazzal a hatóanyaggal egy másik gyártó készítmény akár két-háromszor ennyibe is kerül. Vannak azonban olyan készítmények, amelyek egyáltalán nem szerepelnek a támogatási listán, ilyen például az altatók és néhány allergiagyógyszer. Az OEP legutóbb februárban utasította el 18 rákgyógyszer támogatását, mivel az EMMI és Nemzetgazdasági Tárca nem módosította a támogatott gyógyszereket felsoroló jogszabályokat. Bár az eljárást az OEP folytatja le, a döntés alapvetően nem az ő kezében van. Nem elég a szakmai indokoltság és a költséghatékonyság, társadalom és egészségpolitikai szempontokat is vizsgálnak. Jogszabály mondja azt ki, hogy csak úgy kerülhet be új készítmény, ha a rendelkezésre álló előirányzat, tehát a pénz, ezt lehetővé teszi. Ezekben az esetekben az OEP természetesen elkészítette a jogszabálymódosítási javaslatait. Az erre vonatkozó előírások alapján figyelembe vette, kikérte az Egészségügyi Technológiai Értékelő Bizottság véleményét, jogszabálymódosítási javaslatokat fölterjesztettük, de mivel ezek a javaslatok nem jelentek meg jogszabályban, módosítás kapcsán, ezért a pénztárunknak ezeket el kellett utasítani. Bizonyos gyógyszerekhez egyedi kérelem alapján is hozzájuthatnak a betegek, így például a most elutasított készítményekhez is. A forgalmazók számára sem végleges a döntés, újra kezdeményezhetik a gyógyszerek elfogadását, amit új eljárás keretében vizsgálhatnak majd.